Jól értesültek és közösségi oldalfüggők a fehérvári fiatalok. Más városokhoz képest nyitottak a sport felé, érdeklődnek a helyi politikai élet iránt, napjaik nagy részét pedig az internetezés tölti ki. Mindez a felmérésből és a kerekasztal beszélgetésekből derült ki. Az internet használat ennek a kockázatainak a felmérésére is sor került. Az adatfelvételből egyértelműen látszik, hogy a fiatalokkal máshogy lehet megtalálni a hangot, mint 10 évvel ezelőtt, mondja Domokos Tamás. A közösséghez való tartozásra vonatkozó igényük lehet a kulcs. Nagyon erős a közösséghez való tartozás igénye. Tehát, hogyha a segítő szakma, a politika, a fiatalok életért felelősséget érző közösség meg tudja teremteni azokat a helyeket, ahol találkozási lehetőséget adnak a fiatalok számára, és tudja segíteni a közösség szerveződést, akkor nagyon sokat tett ennek az ügynek az érdekében. Mészáros Attila, ifjúsági tanácsnok azt tapasztalta, az életről kellő információkkal rendelkeznek a fehérvári fiatalok. Az azonban kétségbejtő, hogy nagy százalékuk már most tudja, külföldön szeretne érvényesülni, teszi hozzá a tanácsnok. Ezen nekünk tennünk kell, és az új városvezetésnek az kell, hogy a legnagyobb feladata legyen, hogy egy élhető mindenki számára biztos jó várost építsünk itt Székesfehérváron, és ezen dolgozunk. Tanulságos volt a kutatás, a tapasztalatokat pedig a gyakorlatban is szeretnék kamatoztatni, mondja Róth Péter alpolgármester. A következő hetekben több olyan ifjúságot érintő rendezvénnyel és fórummal jön a városvezetés, és lép a fehérváriak elé, ahol a tanulságokat gyakorlatban kamatoztatni is fogjuk tudni. Aki kíváncsi a kutatás teljes anyagára, október 10-től a város honlapján a www.székesfehérvár.hu címen elérheti azt.